egyet, a kincsét, akkor szamháranam, akkor össze kell szedni az elmét. Szamháranam, egybe szedni. És ez egyféle tisztaságot, saucam. Mantra szamháranam saucam. Adja egy tisztaságot. Maunam, mantrarta csintaja. Ez azt jelenti, hogy akkor az elmébe kell igyekezni csendet elérni, hogy ne legyen más gondolatok, nem kell beszélni mással. Maunam mantra artha. Hogyan lehet ezt elérni? Hogyha mi meditáljunk a jelentőségén. A mantranak az artha. Mit jelent a mantra? Mantra artha, csintaja. Na nirvida, na nirszakta. Ez azt jelenti, hogy nem, na nirvida, nem kell aggódni, hogy most mi lesz velem, anyagi testemmel, vagy anyagi helyzetemmel most mit fog történni. Ez nem félre kell rakni. Na nirvida, na nirszakta. Az is nagyon fontos, hogy nem szabad közömbös lenni. Szóval nem közömbös az a mantra, amikor például hát valamikor így énekeljünk. Namam Isvaram Sacsitánam Darupam Lassát Kundalam Gokolam Rajamanam. Ez egy közömbös. Én nem lesz eredmény. Sampata Hetava, ez azt jelenti, hogy a kincs, a mantra, a kincs akkor lesz, amikor megint valaki összeszedi az elmét, akkor van egy csend az elmébe, tisztaság, és meditál az értelmek, mit jelenti, jelentőségen, amin most pont ezt megcsináljunk, jelentőségén, nem aggódik a másféle dolgokért, semmiért, és van kíváncsiság, van érdek, nincsen közömbösség. Akkor türelmes kell lenni, azt is mondja ez a vers, ebben az esetben el lehet érni mantrának a kincsét, megkapni, belépni a mantrába. Ugyanúgy, hogyha mi is jobb, sokkal ízletesebb, hogyha szeretne valakit ízlelni, akkor sokkal nagyobb ízet kap valaki, aki szó szerint megtanul. Nem tudom, magyarul szó szerint van fordítva a énekes könyvben? Nincs szó szerint, nem? Csak magyar meg a szanszkrit. Aha, nekem szerencsére van egy Srila Sivarama Maharaj tanítványa, aki Haridev Prabhu, aki szanszkrit tudós, és ő nagyon szépen szó szerint leírta itt. Aztán megcsinálta ugyanúgy Bhagavad Gita-t is. Sokkal-sokkal több jelentőséget és sokkal nagyobb édességet ad. De még mellette Sanatan Goswami is írta Radha Damodar Ashtakáról magyarázatokat, akkor ő is nagyon hogy mondjuk, kivonja az ízeket. Amikor mi tanulunk az ácsárjáktól, ők nekünk meg tudnak, a mi elménket ráfokuszálják, és megmutatják, hol van az íz, hol van a szépség az egészben. Emlékszem, amikor lovakkal kezdtem dolgozni, és akkor mondták, ó, nézd, milyen szép a ló. Halló, mint ló. Mindegyik lóló. De a szakértők elkezdtek tanítani, hogy itt van ilyen fajta, az nem annyira szép, itt van az arab telivér, hogy ez a legszebb ló, és akkor mondták, hogy milyen szép a formája, nézd meg az orr, akkor a fej, forma, a nyak, és utána így megnyílt a látás, és akkor elkezdtem látni és értékelni, különbséget tenni a lovak között odáig, nem csak nagyobb ló, meg kisebb, ez volt a különbség. Szóval ugyanúgy, hogyha mi acsárjákat, segítségét kapunk, akkor észreveszünk, megtanítják, mit kell észrevenni, és hogy kell ízlelni. Damodar Ashtak az a nitya dallam, az nem nyilvánul soha, az örök, ezt mondja a Padma Purana is. És sok ima, ami Krisztának a kefteléseket dicséri, általában ezek örökök, de jönnek az acsárják, szentek, akik által megnyilvánul a mi szintre. És Satyavarata Muni,
ő, aki által megnyilvánult a Damodara Astaka, közben nézzünk az időt, ami nagyon különleges, és próbáljuk meg most egy kicsit megízlelni az ő meditációját. Köszönöm. Itt is, ott is, zsebemben is van. Hogyan ő meditál? Lehet, hogy igen, elkezdjünk először az első sort, és utána beszélünk egy kicsit tovább. Nem kell most. Namam Ishvaram, nama. Nama, itt azzal kezdi, magyarázza Sanatana Goswami, hogy ez az első sor, Namam Ishvaram, Sachit Ananda Rupam, ez a Mangala Charan. Beatya adja témát, hogy kiről lesz szó az egész dallamba. És rögtön mondja, hogy nama, hogy én ajánlom tiszteletes hódolatomat, namám, Ishvaram. És akkor Ishvaram, ki az Ishvaram? Neki van több jelentősége. Az egyik Ishvaram, ez azt jelenti, hogy Sarvashaktiman, aki minden energiával rendelkezik. És Satyavrati Muni mondja, hogy én egy halandó vagyok, nekem nincsen erőm, de hogyha hozzád imádkozok, te minden energiának az úra vagy, akkor te tudsz nekem segíteni. Nama Ishvaram. És Ishvaram, legfelsőbb úr, te vagy az irányító, és úgy mondja Sanatana Goswami magyarázza, hogy úgy mondja itt Satyavrata Muni, hogy te vagy az én uram, az Ishvaram, te vagy, hát úram, Ishvaram, nem pont ez a szanszkrit, de hogy nehogy holnaptól mindenki így fordítja, ahol ám, akkor ez az már az enyém valami. Hanem, de jelentőség van, ez is jelenti, hogy te vagy az én uram. Hogy a bakta azt mondja, Isten az enyém. És itt erről szól, namám, Ishvaram. De akkor te milyen Ishvara vagy, milyen Isten vagy? Kire gondolod, mert annyi sok elképzelés lehet Istenről, és itt rögtön tisztázza, hogy kiről lesz szó ebben a dalamban. És akkor mondja, Sachit Ananda Rupa. Te vagy Isten, aki belül Sat, Chit és Ananda. Te rendelkezel öröki valósággal, öröki vagy, abszolút igazság, minden tudással, tudattal rendelkezek, és Ananda, a boldogságnak a forrása. Szóval itt beállítja, hogy most nem egy kisfiúról lesz szó, hogy most valakinek szomszédán látta a kerítésen által valami szép kisfiút, és megénekli az ő kis csintalanságot, hanem lesz szó a legfelsőbb istenség személyiségről, Rupam. És utána mondja, ez a belseje, Sachit Ananda Rupam, ez a belső Istennek, a miből áll Isten. És utána mondja, hogy mi a természete ennek az Úrnak. És akkor mondja, Lasat Kundalam, Lasat Kundalam, Gokulebrajamanam. Igen. Azt mondja, hogy rögtön kezdi, hogy vannak neki fülbevalók, amelyik oda-ide, mit csinálnak? Hogy? Lengenek? Lengenek. Lengenek, himbáloznak, lengenek. És Sanatana Goswami mondja, hát igazából miért pont, hogy amikor az Úrnak a leírását adjunk, akkor általában, hogyha már az arcán kezdjük, akkor általában a lotoszemnél kell kezdeni. De itt nem is az Úr arcáról beszél, hanem a fülbevalóról. Miért? Azért, mondja ez a Sanatana Goswami, mert ezzel Satyavrata Muni megerősíti, vagy kiemeli az, hogy ez az, hogyha lengenek a fülbevalók, az azt jelenti, hogy ez az Úr, ő mozog, ő csinál, ő nagyon aktív. És a több acsárja másféleképpen is magyarázza, mondják, hogy hát van, amikor ilyen krokodil formájú, van, amikor cápa formájú, van, amikor krokodil, és mikor ő mozog, vagy szalad, akkor ők lengenek, és akkor így puszilgatnak az arcába Krisnát. És akkor Gokule Brajamanam, és ő saját csodálatos
ezekkel a fülbevalók a formájával, a gokulába beragyogja az egész gokulát, ahogy a gokulának a ragyogása lesz. És ez a Szacsitananda, legfelsőbb úr, most milyen hangulatban van? Yashoda Biya. Biya, bája. Mit jelent bája? Ki tudja? Félelem. Yashoda Biya. Ő most nagyon fél. Yashoda Biya lukhalat davamanam. Szalad davamanam. Menekül az anyukától. Mitől fél? A fél attól a mozsártól, amit tönkretette. És ettől menekül nagy félelemben. Mert diváli volt, amikor ez történt. Van különböző leírás, hogy mikor kell kezdeni Damodarástakát, valamikor lehet Ekadásikor kezdeni, valamikor valahol kezdenek Dvadási, valahol a Purnimán, a Diválin. És ez diváli volt, és mindenki már ott elfáradt, és másnap reggel Yashoda mama korán felkelt, és elment köpölni vajat. De miért köpölte vajat? Hát mert minden nap jöttek a szomszéd barátnői panaszkodni, hogy Krishna, a fiat, mindig jön hozzánk, és lopja a vajat. De igazából ők nem panaszkodni jöttek, hanem dicsérkedni. Yashoda, tőled lopja a fiadat vajat? Nem? Tőlem igen. És mentek panaszkodni, és nagyon büszkén, hogy tőlem sokat lopott. Nálam több. Szóval ők igazából ezt csináltak, hogy dicsérkedték, hogy Krishna tőlünk lopja vajat. És Yashoda mama gondolta, hát akkor biztos az én vajam nem annyira finom? És akkor ott 900 ezer tehén között kiválasztotta, van egy fajtája, Padmaganda, egy ilyen tehénfajta, megkérdezünk majd Antarti Prabhut, nálunk van már ilyen, és ez a Padmaganda az azt jelenti, hogy lotusznak az illata. És ezeknek a teheneknek lotusz illatú tej. És Yashoda mama válogattatta ezt a négy tehenet, és akkor nekik a tejéből csináltatta joghurtot, és köpölte vajat. És mikor köpölt vajat, az még korán volt, Krishna még alatt. De amikor ő köpölte, akkor ő énekelt Krishnáról. És hát Krishnát, ha valaki szeretettel énekel, akkor ez nagyon vonzó. És akkor így Krishna felkelt, eljött Yashoda mamához, és elkezdte szárit így rángatni, mondta, anya, éhes vagyok. És akkor Yashoda mama rögtön, amikor meglátta a kis, szép kis kisfiút, főleg énekelt róla, gondolta, akkor az extatikus szeretet, az elérte a csúcsát, és akkor a kebbőről elkezdte jönni, ömlőni a tej, és akkor elkezdte szopogatni Krishnát. Ott hagyta a tejet közben, mert konyhában még tejet is forralta. Hát a tej, mikor meglátta, hogy hát igen, tudtunk, hogy nekünk semmi esélye nincs Krishnát szolgálni, mert most a Yashodának a tejet megisza, akkor nekünk nem lesz, nekem nem lesz szolgálat. Nagyon szomorú volt a tej, gondolta, hát itt most csak öngyilkosság lehet, és elkezdte kifutni a lábból, edényből. És ebben a pillanatban Yashoda mama elvitt a kebléltől Krishnát, lerakta, és elszalad tejet menteni. És itt van, itt is érdekes magyarázatok vannak. Van az egyik, hogy ott volt, amikor jött szoptatni Krishnát Putana. Ő hatalmas nagy formát átvette végül, és nem tudta a kebléltől Krishnát elvinni. És a Yashoda mama csak fogta, elvitte és lerakta Krishnát. Ugye ez a szeretetnek az ereje. És a másik, hogy macsárják magyaráznak, hát ez hogy lehet, itt van nálad az öletben Istenség legfelsőbb személyiségi, akit egész életedben keresel,
és már itt van, és te szolgálod őt, a te tejet iszik, erre fogod, és ott hagyod, és elszaladsz. És erre magyaráznak az acsárják, hogy baktáknak fontosabb szolgálat Krisnának, mint maga Krisna. És ezért, mivel ez a tej, ez Krisnának volt szánva, édeség és a másféle finomságok, ezért Yashoda elment, és ott hagyta Krisnát, és elment. És akkor Krisna mérges lett. Akkor fogta a köpölő botot, és akkor eltörte az edényt. Akkor eltörte az edényt, akkor először leült, egy kicsike, nagy ilyen kis dundi kezel, mint lehet látni, leült, és akkor nézte, hogy hogyan így folyik szépen, kifolyik itt a padlóról, itt a jókot, akkor ezt egy darabig nézte, utána belemászott egy kicsit, így volt, utána bement a kamrába is. Aztán fogta vajat a kamrából, és kiment majmokat etetni. És akkor jön vissza a Yashoda mama, és látja, el van törve az edény, nincsen Krisna, eltűnt, akkor hogyan, ki tudja, hogyan találta meg Krisnát? Követte a joghurt nyomot. Igen, a zsír foltokat. Mert vajba is bemász a joghurtba, és akkor azokat a foltokat a lotusz lábának követve, kijött, és látta, hogy Krisna majmokat evett, etette, de már félt, mert már ő már érezte. Nem tudom, ki volt gyerek valamikor. Amikor csináltunk rosszat, emlékeztek? Akkor már itt nagyon tudjuk, hogy minden lebukunk. És akkor ez Krisnánál is van, és akkor így nagyon így félt. És úgy így osztogatott. És utána, és nagyon szép volt, mikor Yashoda a mama látta azt a szép a képet, mi történik, hogy Krisna milyen csintalan. Ugye Istenség legfelsőbb személyiség, hogyha ő ezt csinálja, ez nagyon elvarázsolja. És akkor fogta a boltot, és ő is elkezdte így lopakodva oda menni hozzá. És Krisna, amikor észrevette, akkor itt tartunk pont a dalomnál, elkezd menekülni. Nagyon-nagyon menekült. És utána mi történt? Szatyavaráta Muni mondja, Yashoda biolukala dávamánam, paramristam atyanto drutya gopya. De paramristam elkapta. Miért? Mert Yashoda rendkívüli atyantato, rendkívüli gyors volt. Drutya, atyantato, drutya gopya. És ezért el tudta kapni. Itt is van sok magyarázat. Jási sirad hásam a szundara kígyá. Itt is van sok-sok jó magyarázat is, hogy bakták, ők egyszerűen csak szaladnak Isten után és elkapják. Vannak jógik, ezt is mutatja a baktit odaadó szolgálatot, dicséri ez a sor, mert a jógik, ők is próbálnak elkapni Krisnát. Hogyan? Ők leülnek meditálni, és elmével szeretnének elkapni. Mondják a vidikus írások, hogy a fénysebesség leggyorsabb, de az elmesebesség még ennél gyorsabb. Az a leggyorsabb az univerzumban, ez az elmesebesség. És a jógik, ők elmesebességével szeretnének elkapni Istent. De Isten gyorsabb az elménél is. Ezért nem tudják. Ezért csak az elkaphatja Istent, akinek van szeretetje. És akkor itt pont erről van szó, hogy azért rendkívülő gyorsan fut, sokkal gyorsabban, mert erősebb a szeretet, és elkapta végül Krisnát. És amikor elkapta, akkor nagyon szép. Akkor mi történik? Rudantam muhurnetra yugmam rijantam. Akkor megijed. Ugye, amikor gyereket, amikor csinál valamit, tudjátok általában, hogy szokott történni, a szülők tudják, most túl gyanús, túl csend van a lakásban. Biztos valamit történik. És bejössz, és gyerek meglátja, már sír, még nem szólták semmi. Még semmi nem történik. Na, Krisna ugyanolyan, ő az eredeti gyerek. És amikor elkaptak kész, elkezdte zokogni. Itt pont erről beszél, hogy nagyon-nagyon liheget,
Rudantán, muhúr, újra és újra, és akkor a könnyek, akkor nagyon-nagyon, ugye, nagyon folynak a könnyei, akkor karambodzsa, akkor a kis lotusz dundi tenyerével őklükkel elkezdte törölni a szemeiet, karambodzsa jugmina szatánka netrám, és nagy szatánka netrám a szemeibe, nagy félelem volt. És muhusvasva kampa, trire kanta kanta. Ez azt jelenti, hogy újra és újra a nyaka nagyon remeget, és magyaráznak, hogy a Krisnának a nyaka olyan, mint a kagylukürtnek ott a belseje, ott nagyon-nagyon sima, és vannak ilyen vonalok a kagylukürtön, a Krisnának a nyakában és nyakán vannak ilyen természetes vonalok, és ez egy mind remeget. Trire kanta kanta, stita graivam damodaram bhakti badham. Azt jelenti, hogy és ettől az ő melkason egy csodálatos, szép nyaklánc, az is így remegett rajta. Miért? És utána mondja graivam damodaram bhakti badham, és meg volt kötve. Utána megkötötte, mivel megkötötte? Bhakti Bhadham, a szeretetével. Az anya Jasoda megkötötte. Itt is, mint tudjunk, hogy először két ujja nem volt elég, rövid volt a kötél, és magyaráznak a csárják, hogy jó, vissza, nem nagyon szép, amikor szalad. A csárják magyaráznak, amikor szalad Krisna után a Jasoda mama, a bottal a kezébe, és a virágok voltak a hajába. És le van írva, hogy akkor így estek ki a hajából a földre a virágok, mikor ő szaladt Krisna után. És acsárják magyaráznak, miért? Hát virágok is bakták, és egyik acsárja magyarázza úgy, hogy amikor látták, hogy Jasoda milyen nagy bakta, hogy még Isten is szaladt tőle, és ő szalad Isten után, akkor kiugrottak a hajából, és hódolatot ajánlották. A mások magyaráznak, hogy a virágok megijedték, fú, hát ebből mi lesz? Maga Isten után szólt egy bottal, fú, hát mi nem veszünk részt ebbe a bűnbe, és ezért ugrattak ki a hajából. Jó, Pennyi Májtje? Igen. És akkor Bhakti Bhadham, igen, meg volt kötve szeretettel. És itt magyaráznak, egy fontos rész, időben leszünk, hogy egyik úr, ami rövidebb volt a kötél, nem tudta összekötni, még azután, amikor már összes kötelet összeszedte a házból, egész Vrindávánból, mert mindenki túlnyi hiányzott, magyaráznak a csárják, az azt jelenti, hogy egyik újnyi ez, hogy erőfeszítés, hogy Krisna elvárja, hogy legyen teljes erőfeszítés a baktától 100%-ra, minden megtegyen. És Krisna, amikor észrevette Jasodának a izzadságnak cseppeit, akkor látta, hogy igen, minden megtette. És utána a második új, ez azt jelenti, hogy Krisnának is kell akarni, hogy meg legyen kötve, mert ő egy személy. Szóval nem elég csak a baktának akarata, hanem kell Krisnának a kegye. És ez a kettő új. És akkor így megkötötte. Aztán a másik oldalról, ez is egy nagyon érdekes, amit magyaráznak, hogy Krisna rendelkezik acintya shakti, ugye felfoghatatlan energiával, és ugyanakkor ő minden átható. Az ő formája. És ezért ő itt is megmutatta, hogy itt van egy helyen áll, most reggel, amikor felkelt, Jasoda a hasa körül megkötötte egy kis szép fonalat, piros fonalat. Itt pár perc múlva már hosszú kötele nem tudja körbe kötni. Ugye, mert Krisna végtelen, semmilyen kötele nem elég. Itt is mutatja, hogy ő egy helyen meg tudja nyilvánítani a legnagyobb misztikát, hogy
Minthogyha végleges, mert lehet látni a vége formának, de ugyanakkor végtelen, és nem lehet megkötni. Ez is egy ilyen nagyon szép, mikor ő kisfiú, kis Krisna, de megnyilvánítja istenné tulajdonságokat, szóval nem véletlenül. Szóval egyszerre végtelen, és egyszer ugyanakkor véges. Ez az ő formája, a madár. És utána, mikor itt Satyavrata Muni mondta, hogy én kihez most imádkozni fogok, megmutatta, hogy ez az Isvara, Isvaram Satchitananda Rupam, utána mondta, hogy ez az Isvaram, ő milyen csodálatos, milyen szép, és utána mondja, hogy itt Idrisva Lilamhir Ananda Kunde, hogy ilyen féle keftelésekkel a Svalilabir, a saját keftelésekkel, kan Ananda Kuneszva Gósam, Nimágyantam, Akyapajantam. A boldogság tovább merítez kit, azokat, aki a te baktáit. Szva Gósam. A baktákat. Kik ezek a bakták? Gósák, ezek a pásztorok. Pásztor fiúk, pásztor lányok. Nimágyantam, teljesen elmeríti ebbe extatikus boldogság óceánjában. Te diétesek Jesu baktárgyitat vám. És magyarázom, mert azok, akik bakták, akik odaadással rendelkezik, ők téged meghódítják. És mikor ezt látják a bakták, amikor a bakták téged meghódítják, akkor ebben a tovább, extatikus boldogság tovább merülnek. Szóval itt ezt magyarázza Satyavrata Muni, hogy mi történik. Szóval Gosham Nimágyantam, Akyapajantam, tehát Tiesek Jesu Baktárgyitatvám, Puná Prematáztam, Satavriti Vande. Újra és újra téged meghódítják a bakták, és én is újra és újra, Satavriti, százszoros, több százszor dicsértem ezt a szeretetet irántot. És utána jön a negyedik. És amikor ő átértékelte, ő nekünk megmutatta, hogy mi az, amit kell értékelni, mi az igazi érték, utána mondja kívánságot. Mert általában imákban is így működik, hogyha akarom Krisnától kérni, nem illik rögtön odajön és mondani, ó, Rádisám, nem érek rá, rögtön adj nekem ezt, amazt, kenyeret, nem tudom mit, hanem először meg kell dicsérni, és akkor mint ő megcsinálta, itt nagyon szépen dicsérte, magasztalta Krisnát, az ő tulajdonságokat, és utána jön a áldáskérés is. Varam deva moksa, nem moksam, na moksa vadhim vá. Azt mondja, én nem kérem tőled moksa felszabadulást, és utána moksa avadhim. A moksa avadhim, ez különleges felszabadulás. Akár elkerülni a Vaikuntára. Még ezt se kérem. Nem akarok menni lelki világba, nem akarok felszabadulni, semmit nem akarom. Na csányavri nehem varesat apihám. Te vagy, aki itt vagy, Vrindávánban, és ezért mit fogok kérni? Idám teva pur nátha gopála balam. Ezért én szeretnék egyetlen egy, ezt a te formádat, teva pu nátha, ó kedves uram nátha, gopála balam, ebben kis kisfiú, aki pásztor kisfiú, ezt a formát szada, mindig, me manasz, az én elmébe látni, hogy mindig elmébe csak ez legyen. És avirasztam kim anyja. Ez azt jelenti, hogy ezt akarok, és mi semmi mást nem akarok. Mert mi kell nekem más? Kim anyját? Mi kell még? Kim anyját? Mi kell még? Semmi nem kell. Ez egy kérdés. Hát mi kell nekem? Hogyha ezt látom az elmébe, akkor mi kell más? És utána tovább mondja Krisnának, hogy te milyen vagy,
mint kis Gopatehin pásztor. Idám te mukám bodzsam, atyán te nilaj. Idám, ezt a csodálatos, a te formádat, a te mukham, a te arcodat, mukham ambodzsam, ami olyan, mint egy lótusz, és körülötte, arc körül vesznek felkete haj, de azt mondja, hogy snigdaraktás, az azt jelenti, hogy ez a fekete haj, az ilyen pirosos, kékes, pirosos, ami körbe veszi az arcodat, ami nagyon kiemeli ezt a szépséget, és utána mondja raktás, csá, és kopja muhus csumbitam bimba raktádaram me. És azt mondja, és azt láttam, amikor te olyan szép vagy, csodálatos arccal, lotusz arc, fekete, pirosos haj, és ezt akarok látni, hogy téged csokolnak a gopja. Nálunk úgy fordítják, hogy Jasoda. De mások acsárják mondják, nem biztos, hogy csak Jasoda, mert nem Jasoda van a versben, hanem gopja. Sok gopja lehet. És egyes acsárják magyaráznak, hogy ez a Srimati Radharani igazából. Ő a csókolja Krisnát, gopja. Muhus csumbitam bimba raktándanam be. Azt a szép, és mondja, milyen szép az ajkája. Itt is rakta, bimba, rakta, piros, mint bimba. Bimba ez egy gyümölcs, és én nem láttam, de hallottam, hogy a bimba az olyan nagyon piros, és ajkáját egy kicsit hasonlítja, vagy emlékezteti. Szóval ezt akarok látni, raktás csang, muhus csobitam, bimba raktam, darame, manaszaviráztam, alam, laksalabháj. Ezt szeretnék, hogy legyen az én elmémben, hogy ezzel nyilvánuljál meg, így módon, minden más nem érdekel. Csak ezt az egyet, és utána ötödik, hatodik. Utána imádkozik tovább. Na itt, hát nem tudom, ki hallotta az Aindra Prabhu, hogyan énekel, amikor Namo Deva Damodara Nanta Vishnu Prasina Prabhadukha Jalabhi Magnam. Ez amikor már kiáltja és imádkozik és kér az áldását, a kegyet a Satyavratamon is, akkor mondja Namo Deva Damodara Damodara Nanta. Ó kedves Uram, hódulatot ajánlom neked, tiszteletet, aki udára, a hasa körül van kötve, megkötve, és ananta. De ugyanakkor végtelen vagy, de meg vagy kötve, ez milyen nagy csoda. Ó, minden átható, Visnu, Visnu minden átható. Prasida, kérek, légy kegyes hozzá. Prasida, Prabhu, Úram, légy kegyes, miért? Mert dukha jalabhi magnam. Mert én dukha, én itt szenvedek, szerencsétlen vagyok. Én ebben világban vagyok, elkerültem jalabhi magnam, és magnám azt jelenti, hogy süllyedek el ebbe az anyagi mocsárba, és dukham, nagyon-nagyon szenvedek. És utána mondja kripa, azt mondja prasida, utána mondja megint kripa, kérlek, légy kegyes. Kripa drishti vrishti yanti dinam batanu. A kegyes pillantással, vrishti dinam, a kegyes pillantás által ilyen kegyes esővel, úgy mondja. Légy szíves, Batánó, Grihánesa, öntsi rám ezt a kegyedet, azt az áldásodat. Grihánesa, Nesa, Isa, ó kedves Uram, mám agyam, mert én vagyok agyam, tudatlan, buta vagyok, ostoba vagyok, ed aksidrisjáj. És ezért kérlek, hogy jelenj meg a szemeim előtt. Szóval itt van egy érdekes dolog, hogy ezelőtt kérte kétszer, hogy elmébe jelenj meg. De így, ahhoz, hogy már, itt már nagyon bátrabban egy kicsit, mert mondja, nem csak elmébe, lássak is téged. Aksi, mondja a szemet, aksi drisjáj.
Ez azt jelenti, látható legyél a szemeim előtt. És ezért itt mondta, hogy ez egy nagyon szép hangulat, hogy én vagyok dukha. Szenvedek itt, dukha jalami magnau. És ez kripa drishti vrishyanti. Kérem tőle kegyet, hogy lássak a szemeimmel téged. És utána tovább mélyül az ő imádkozás, mondja, kuverat majobbáta murtyája jedvát. Hát te már adtál ezt a kegyet a kuvera fiainak, és felszabadítottál őket, és adtál nekik a szeretetet, tvaja mocsita bhakti bhaja krita ucsa. És megcsináltál őket, baktává tettél őket, igazán. Bhakti, bhajau, krita, karta, megcsinálni, csa. Szóval baktává tettél őket, ez nem jelenti, hogy bakta programosó tette, hanem azt jelenti, hogy a szeretetet kapták tőle. Szóval nem beköltözők, hanem rögtön elértek tökéletességet. És akkor mondja, hát hogyha őket így, ők nem is imádkoztak. Ők két fa volt. Én itt imádkozok. És mondja, hát ha nekik meg tudtál adni, akkor tadha. Ugyanúgy, így nagyon alázatosan kérde, hogy tadha prema bhaktim svakam me prajacha. Ugyanúgy légy szíves, add nekem ezt a szeretetet, a irántad szeretetet. És akkor megint tudjuk látni, ezt a fokozatot, hogy először mondja, hogy elmébe lássak, csak néha így elmébe. Utána mindig elmébe lássak. Utána mondja, hát én már annyira szerencsétlen vagyok, hogy nekem inkább, hogy szemeimmel lássak téged. Utána hát, hogyha szemeivel látnék, hogyha már te felszabadultál kuverákat, akkor add nekem is a szeretetet. És akkor így mondja. Tehát háprém bhakti svam kriya svayam svakam me priyacha nam mokshe grahom esti damodareha. Mert felszabadulás nem kell. Nam mokshe grahom esti damodareha. Nekem nem kell semmi, nekem csak rád van szükség damodareha. És utána tovább hálát és magasztalja Krishnát. Namaste stu damne. Spura dipti damne, tvadia darayatha, visvasya damne. Namas. Ugyanúgy, ahogy kezdte, ugyanúgy befejezi, szeretnék ajánlani neked hódulatomat, és minek ajánlom? Damne, ennek a kötélnek. Mert mi ez a kötél, ami téged körbe köti? A szeretet. Ennek a szeretetnek, amelyikkel téged meg lehet kötni, ajánlom hódulatomat, Spura dipti damne, ugyanakkor ez a kötél az nagyon ragyogó, és tvadia darayadha udaraya, ajánlom hódulatomat a te hasának, amelyik az egész összes univerzumnak a nyugvó helye. Jó mondtam? Jó. És utána mondja, nem a radikáját, vagy ilyen priájáj. Ugyanakkor én szeretnék ajánlani hódulatot Srimati Rádaráninak, aki nagyon-nagyon kedves priájáj számodra. Nem a Ananta lílája. És ugyanakkor a te csodálatos Ananta végtelen Navanavarasadamani, ugye végtelen új és új friss kefteléseknek ajánlom hódulatomat. Devája tubjáj, neked, a legfelsőbb úrnak. Azt acsárják mondják, hogy miért pont itt az egész dalam inkább így jasoda hangsúly volt, és csak a végén Srimati Radharani. És akkor az a válasz, hogy hát ezek nagyon bensőséges kapcsolatok, és erről nem illik nyilvánosan. Ezért ő az egész dalamban csak egy kicsit említi,
De valójában erről szól az egész dalam, a kapcsolatról Krishna és én is Srimati Radharani, az ő szeretetet magasztalja egész dalamban, mert az ő legmagasabb, de mivel ez egy bensőséges kapcsolat, ezért ezt mindig rejteni kell, és el van rejtve ebbe a dalamba, mint a Srimad Bhagavatamba, ott egyszer sincsen Sukadeva Goswami által említve Srimati Radharani neve. Több okból is lehet. Ennyi. Vannak kérdések esetleg? Hát igen, hogyha mi itt próbáljunk meditálni rajta, akkor, és például, hát nekem egy kicsit gyorsak ezek a néha este, namam is varam, nehéz meditálni, namam is varam, szóval kicsit lassabban lehet, hogy egy kicsit könnyebb lehet össze koncentrálni rajtam a fordításon, mert jó ismerni. Minden dalamot szó szerint sokkal-sokkal nagyobb ízeket ad, bármilyen akár a Guru Puja, Góra Árati, mert akkor elme belemegy pont abban, mi történik, és akkor meg lehet ízlelni, és akkor jobban tisztul. Sokkal jobb a tisztulás ebben az esetben. Hare Krishna. Jó, hogyha nincsen több kérdés, mint hogy sok kérdés volt. Shri Radha Damodara ki jaj, Shri Radha Shyama Sundara ki jaj, Srila Prabhupada Maraton ki jaj, Nitai Gora Premanandi Hari Bol.